meg kellett volna tanulnom Attilától, hogy és ez itt, Veszprémben a Hangvilla épülete, itt lesz ma este az űrpiknik című film premierje. Nagyon elfáradtam, nem tudok Tilla lenni érdemben. Szia Tilla! Megérkeztem Veszprémbe, és leültem a leghangosabban csomagoló szökőkút mellé. Ennél még sokkal rosszabb dolgokra is lehet számítani, ami az audiovizuális hatásokat illeti. Ugyanis, hát fogom vinni magammal a kamerát az űrpiknik premierjére. Igen. Én Zalatnai Saroltáért jöttem. Csak Ágata, mi az az űrpiknik? Kérdezed. Hosszú fejű, gülüsszemű, nyálkás, zormas lakó. Kicsit jogosan, nem teljesen jogosan. Mert ha internet ezzel eleget, csapból is az folyik. Milyen szép pillangó? Az űrpiknik egy magyar nagyjátékfilm, egy olyan science fiction elemekkel átsző drámai komédia, amiben egy magát kevésre tartó dundi űrlény azért érkezik a földbolygóra, hogy megmentse rajongása tárgyát, Zalatnai Saroltát. Ezen kívül pedig összebarátkozik egy szuicid hajlamú, nem, egy szuicid flagma egyetemista lányjal, akivel életre szóló barátságot kötnek, és közös erővel megmentik a földbolygót a pusztulástól. Megkaptam a jelet. Mi ez a baromság? Kérdezhetnéd, ki talál ki egy ilyen furcsa történetet? Meglepetés! Az űrpiknik forgatókönyvét Badi Csákossal közösen írtuk, aztán ő rendezte a forgatókönyvet. Szükségem van egy kávéra. Egyszer csak el kell kezdenem magamból embert is csinálni. Járkás, zormas lakó. Mert nem pusztán azért vagyunk itt Veszprémben, hogy én egy tavirózsás, csobogó szökőkút mellett el tudjam magyarázni nyegléskedve az ezrelékét annak, amit tudok erről a filmről, hanem azért vagyunk itt, mert a Veszprém Balaton filmbiknikán lesz ennek a filmnek a díszbemutatója, amit nagyon várunk. Ugyanis már 6 éve kezdtünk el ezen a filmen dolgozni. Igen, tikkel a szemem. Igen. Izgatott vagyok-e a premier miatt? Persze, izgatott vagyok, és nagyon vártam. Nagyon sokáig húzódott ennek a filmforgatókönyvnek a fejlesztése, és azután, amikor végre leforgattuk 2 éve... Te is tudsz valamit? Időutazni? Számtalan emblematikus budapesti helyszínen. Azután, hát nem tudom, hogy bárki hallott erről, de kitört egy világjárvány. Ez egy nagyon szomorú fordulat volt a mi életünkben, mert nagyon szerettük volna ezt a filmet bemutatni, de hát jó példa ez arra, hogy nem lehet türelmetlenül toporzékolni, hogyha az ember ezt a szakmát választja, mert bármi megtörténhet, ami keresztül húzza a szemtesédet. Az este egy pontján majd megpróbálok nemhogy értelmesebben, de értelmesen beszélni. Addig meg marad ez. Meg ez a... Hát, hogy így ülök. Nagyon várom, hogy találkozzak különben a stábbal, és nagyon várom, hogy találkozzak a film főszereplőivel is, és egyáltalán a szereplőivel. Nagyon régen láttam őket. Ezeket az embereket nagyon kedvelem, és ezeket az embereket szándékozom idegesíteni. A díszbemutató körül, környékén, Rúzsban. Kávé. Elkezdek készülődni. Nem tudom, hanyas a szobám. Most fogok elindulni a premierre, és most fogok zaklatni minden férfit és nőt, szereplőt és űrlényt. Jól megcsináltam magam, mi? Nem olyan sok látszik ebből, hogy ez Veszprém. Na
Megtaláltam az első státomat, akit zaklatotok, de ez a nevet kell adnod, sajnálom. Nagyon jó. Nagyon örülök, hogy benne lehetek ebben a vlogban. Köszönöm az űrpiknik premiérre. Nem tudom kimondani ezt. Jövök az űrpiknik premiérre, igen. És ha rossz? Akkor rossz. Úgyse rossz. Jó, ezt akartam. Köszi. Gratulálok. Én gratulálok neked, és köszönöm, hogy megírtad ezt a csodát. Köszönöm, hogy megrendezted. Amúgy a jó dialógokat írtam, még ha nem is lehetett hallani, szeretnéd. Igen, volt némi probléma a hanggal, de a moziban nem lesz. Július 1-től a mozikban, országszerte. Köszönöm, ez jó, ez jó. Csodálatos voltál a filmben. Igen. És milyenek voltak a dialógusok? Ó, ne hozz zavarba, kérlek. Nem, az egész tök jó volt. Több szálon fut. És minden szálon dögösen fut előre. Ez a jó benne. Ajánlod, nem? Na, na. A film főszereplőjét találtam meg, elmondanád, légy szíves, hogy hogy érzed magad a premier után? Nagyon jó. Remekül szórakoztam, először láttam a filmet, és akikkel eddig beszéltem, azoknak tetszett, és mindig jól érzem magam, amikor Ágata 5 méteres körzetemben van, vagy ha, akkor is, ha csak rá gondol. Édes vagy. Kicsit, mint a meg lennél rendülve. Hát rendkívül. Hat oda is. Természetesen, hiszen a közelemben vagy. Ezt kivágjuk. Szia! Tomi, igen. A film hangmestere. Hogy érzed magad? Nagyon fáradt vagyok. De nagyon jó volt azt látni, hogy az emberek nevettek körülöttem. Ezredszerre látva a filmet, még mindig én is nevettem. De büszke vagy rá, Tomi? Nagyon. Nagyon büszke vagyok. Én is büszke vagyok rád. Egyszerűen túl zaklatott lesz ez a videó, ami azért van, mert mindenki nagyon meg van rendülve. És valójában én is kicsit meg vagyok rendülve, mert azt hiszem, ez nagyon jól sikerült. Attila, te fantasztikus főszereplő. Hogy érzed magad a premier után? Jól érzem magam, köszönöm szépen. Nem elégedett vagy? Mármint a filmen nagyon. A filmen. A filmen nagyon, igen. Csak ennyit akartam kérdezni valójában. Ezt valamit használni. Várjál, tőled egy kérdés akkor. Na. Kinek az ötlete volt, hogy nem halok meg? A tiéd, vagy az? Az Ákos volt. Nem bír téged elengedni. Nem. Lilike, te főszereplő, elégedett vagy? Nagyon. Már bennem is felvetődik a kérdés, hogy miért nem te játszottad benne. Milyen érzéseid vannak? Sokos, boldog vagyok, meg vagyok ijedve, pánik, megkönnyebbülés és elengedés. Valahol gyász. A gyász összeg. Fantasztikus voltál a színpadon. Láttad? Igen. Az első sorban örjöngtem. Összességében én nagyon elégedett vagyok ezzel a premiérrel, akkor is, hogyha nem látok. Azért annak nagyon örülök, hogy az emberek azt érezték, hogy ez a film görcsök nélkül élvezettel és nagyon nagy szeretettel készült. És ezért számunkra is nagyon szórakoztató volt, és ez a legtöbb, amit az ember akarhat. Tudom, el kéne menni megnézni a moziba, nem? De. Én még most nem megyek, most egy kicsit. Gyerek. Nem volt alkalmunk kielvezni a vörös szőnyeget, úgyhogy visszajöttem.